Jaj, barátaim! Szóval itt vagyunk. Life is a winding road. Ismét egy új nap és ismét egy új hely. Itt vagyunk Dörgicsén, a Lelkem kis vendéglőben, és ebben az a poén, hogy ez gyakorlatilag, nem tudom ki mennyi ismeri, a Beltér lakáshétterem Budapest, annak a kihelyezett nyári tagozata, és nem biztos, hogy csak nyári tagozat lesz belőle. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy most itt vagyunk Dörgicsén, Viktor főz nekünk, és valami egészen különleges a hely, két telek, rajta egy nagy háza, árnyas diófákkal, fügével, mindennel. Hátul ráadásul van egy vinotéka, ahol életem legjobb bodzás, habzó, borát, vagy nem tudom pontosan mit kóstoltam. Nagyon tündéri a hely. Még most próbálom befogadni, nyilván a legelején vagyunk, az, hogy mit is jelent nekem ez a hely, de amit érzek és amit látok, az a szintiszta vagy tiszta vendéglátás. Mégpedig a jó értelemben. És olyan értelemben kicsit olyan érzésem van, mint amikor nagyanyámék falun éltek, Panyolán, egy icipici kis faluban, Szabolcsban, Szatmárban. És amikor elmentünk hozzájuk 2-3-4 hetente, akkor benne a nagyházban, a téli konyhában, megterített asztalnál ugyanez az érzésem volt, hogy a lehető legtisztább, a legőszintébb és a legszeretettelibb vendéglátás, vagy szeretet fogadott ott engem, meg a családot, és itt ugyanez van. Szezonális étlap, ami nem egy egész szezonra szól, hanem gyakorlatilag szinte heti rendszeressége változik, és a szükségszülte változtatás kényszere az, ami mindig új étlapot és új ételeket tesz a vendégek elé, és mégpedig azért, mert ha elfogy a spárga, ha elfogy a mangold, ha elfogy a rókagomba, ha elfogy a nem tudom micsoda, akkor nyilván azt már nem lehet felhasználni, tehát helyben beszerzett, friss, éppen termőre fordult alapanyagokból épül fel a teljes menüsor, úgyhogy előétel, libamáj torson, ami gyakorlatilag egy ilyen libamáj pástétomot jelent, mindenféle, nem tudom pontosan mi kell, de úgy látom vannak rajta marinált zöldségek, friss paradicsom, petrezselyem, lilahagyma, amit én imádok, és talán egy hagyma csatni, de meglátjuk, de most önöket nem fogok mondani, amiről nem tudom, hogy micsoda. Hostalás és imádnivaló pirítós, ezt meg kell nézni. És hozzá a kedvencem, megyszörp. De jó. Olyan fura, mint hogyha egy rostos gyümölcslét innék, mint ha nem is szörp lenne. Kezdjük a nemes vaddal, a libamájjal. Annyira lágy és annyira krémes, mintha levegővel lenne dúsítva. És nézzük a mindennel együtt. Zseniális illata van. Atya úristen. Van olyan helyzet, amikor benne akad a szó. Mert igazából nem beszélni van kedved, meg nem véleményt alkotni, meg nem megmondani, hanem egyszerűen csak lenni és élvezni azt, amit eléd dobott a sors. És most ez az a helyzet. Most már kezdek rá érezni arra, hogy mi a fő jellegzetessége számomra a helynek, és csuda, tehát ilyen annak egy a Balatonhoz nekem gyerekkori kötődésem nincs, és Dörgicséhez meg végképp nem, de hogy ilyen nagyon erősen a család fókusz, nagyon erősen a vasárnapok tisztasága és az együttlét öröme, valami ilyesmi az, ami kezd megfogalmazódni bennem a helyen kapcsolatban, és ezt ki kell próbálni. Vagy azért, mert volt benne részed, vagy azért, mert nem, és ki szeretnéd próbálni, és valami csoda. És ahogy így ülök, előttem a diófa van, és élvezem a látványát, és ez valami csodaszép. Ja, és még az, ami nagyon fontos, az, hogy ők maguk csináltak mindent. Tehát itt az utolsó szögig ők újították föl, ők hozták létre ezt a teret, ezt a gyönyörűséget, és ez mindig ad egy plusz bukét egy helynek, tehát amikor ez tényleg a sajátod. Annak érzed, és az is. És ez jó dolog. Ez csodálatos. Voltam hátul, van egy vinotéka, és az érdekessége az, hogy 10 hektár, azt mondom, ezen a 10 hektár vinotéka, és az a koncepció, hogy 10 hektár alatti, nem biztos, hogy mindig sikerül, de magyarul kis termelőktől származó borokat, és borokhoz kapcsolódó egyéb termékeket árul,
és kóstoltam egy ilyen boralapú, hát kvázi üdítőitalt volt, némi alkoholtartalma, de ez nem olyan nagyon sok, bodzás cuccot is, ami, úgyhogy már viszek is bele, mert valami nagyon-nagyon durva, és az csak egy dolog volt, amit kóstoltam, úgyhogy nem tudom, mik vannak, de mutatom, körül lehet nézni, és zseniális, meg hát ott van a kutya is. Life is a winding road, no telling where it goes. Marhapofa, raguban, dödölével, jutúróval, különböző zöldségpürékkel, cékla van rajta, édesburgonya, fejre az nem tudom micsoda, hagyma, amit imádok, és olyan petrezselyem, és erre mondta Viktor azt, hogy aminek íze van. Na nézzük! A marha az nekem mindig nagy liblingem, és hogyha nem vagy grillen, vagy barbecue-n készül, akkor azért nagyon... De ó, Isten! Gyönyörűséges, gyönyörűséges, elomló, vajpuha, benne a kollagén. Nézzük! Ó, Isten, de jó! Gyönyörű egységbe áll ez az egész történet. És hát ez valami brutális állagú ez a hús. Csoda gyönyörű. És a dödöle meg egyik óriási kedvenc köretem. Úristen, de jó. És ez a jutúró, ami rajta van, az valami zseniális. Egy dolgot viszont sajnálok, hogy nem a családdal jöttem. Tehát, hogy nem együtt úgy, hogy gyerekekkel leülünk, akár egy hétvégén. Nem tudom, hogy vasárnap hogy vannak itt, vagy megnézem, de hogy tényleg együtt élvezni ezt az igazi, a szó legnemesebb értelmével vendéglátást, egy ilyen helyen, az valami csoda. És ezt imádom. Kell a recept. Megettük az előételt, megettük a főételt, és jön a desszert. Ami ráadásul az egyik nagyon nagy kedvencem, ami nem más, mint amit én is meg tudok jól csinálni, de megnézzük, hogy Viktor hogy csinálja, ami nem más, mint a túró gombóc. Even if the sky is falling down. Na, és akkor jól megérdemel csúcspont, itt vagyunk a végén, és nem örülök neki egyébként, hogy végére értünk, mert szerintem zseniális volt az út, és maga az út az mindig sokkal fontosabb, mint a vége, hogy elérjünk a célba, legalábbis szerintem. De itt vagyunk a végén, és desszert, és túrógombóc, ami az egyik kedvenc desszertem, gyönyörűséges morzsával. Láttam, hogy készül a gombóc, ami... imádom. Úristen, van egy icipici citromos felhangja az egésznek. És ettől sokkal frissebbé, könnyebbé válik az egész, annak ellenére, hogy nem is kéne, hogy az legyen, hiszen annyira könnyű remegős maga a gombóc, hogy én sosem tudtam ilyet csinálni. Ez egyszerűen tökéletes az a túró gombóc. Minden elemében, a morzsa, a mártás, a gyümölcs, a gombóc, minden tökéletes benne, és így együtt pedig egyszerűen énekel a számom. Hát barátaim, egyrészt nehéz helyzetben lesztek, hogyha tényleg mindenki akartok próbálni, mert én ígérem, hogy ontani fogom rátok a jó helyeket. Másrészt meg én is nehéz helyzetben leszek, mert kell egy edző, egy személyi edző, mert így ez nagyon durva elhízás lesz a vége. A hely zseni. És abszolút mindenkinek ajánlom, aki egy jót akar enni, egy nagyon-nagyon finomat akar enni, gyönyörű környezetben, és érezni szeretni azt, hogy milyen az igazi vendéglátás. Milyen az, amikor vendégül látnak téged, és nem letudni akarnak, hogy menjen már, jöjjön a következő. Valami egészen fantasztikus érzés itt lenni, amikor évekkel ezelőtt, azt hiszem valahol Görögországban láttam egy hely bejárata mellé, úgyhogy nem ott semmi cégtállal, nem ott semmi kitéve, hogy mi az a hely, egy csigát. És csak annyi volt kívül slow food. És ez a megvalósult slow food, szépen, nyugodtan, brutálisan gyönyörű környezetben eszel valami egészen finomat, megdöbbentően kedves, szó szerint vendégül látással. Egyszerűen nincs kedvem felállni és elmenni. Semmi nem is készlet rá. Egyszerűen jó itt lenni. Jó ezekkel az emberekkel együtt lenni. Jó megkóstolni azt, hogy mit gondolnak a vendéglátásról. Mit gondolnak az ételekről, mit gondolnak a megyszörpről. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ide költözöl a Balatonra, egy fantasztikus világba csöppentem, amiről nem is tudtam, hogy létezik. És ez a világ,
ez akkor is megfogott volna engem, hogyha egyébként nem lennék beleúlva a Balatonban, mint hogy bele vagyok. De így ettől sokkal gazdagabb és sokkal több új réteget, számomra ismeretlen réteget vesz magára a történet, és én imádom ezért. Imádom, hogy ez az otthonom. És köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy ezen a helyen lehetek, mert Reiner Viktor valami olyasmit tett le ezzel a helyen az asztalra, amit én nem... majdnem, hogy nem is tudok fölfogni. Szuper érzés itt lenni. Szuper érzés megismerni az ő Balatonját, az ő dörgicséjét és az ő vendégfogalmát. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ha érdekelnek még benneteket ilyen helyek, akkor kövessetek, nyomjatok egy lájkot, és én ígérem, hogy minden héten megpróbálok beállni egy fix rendszerességre. Ezért a terv az, hogy jelen állás szerint, ez most lehet, hogy módosulni fog, de remélem nem, minden héten kedden főzős videóval jövök, és minden héten pénteken pedig egy új balatoni helyen, az Én Balatonom sorozatból, és ígérem, hogy nem csak szezonban, hanem szezonon kívül is, és gyakorlatilag mindent, mindenhol végig fog kóstolni. Ez most alapvetően dominánsan egy balatoni hangsúlya működik ez a történet, de el fogok menni, ígérem, Balatonon kívül is helyekre, Pestre, nagyvárosokba, kisfalvakba, ahova csak bírok, úgyhogy nyugodtan hívjatok meg, sőt, lássatok vendégül. Hát hozzátok is elmegyek, hogyha hívtok, úgyhogy sziasztok! Even if the sky is falling down.